100-150 ezer embernek szűnhet meg az állás az állami szektorban, jelentette ki a miniszterelnökség államtitkára. Balogh Zoltán miniszter Miskolcon azt ígérte, csökkennek majd a tanfelügyeleti terhek. Etikai eljárást indít az ELTE rektor a G. Fodor Gábor főszerkesztő ellen az egyetem felháborodtak gusztustalan cikkén. Lagzi Lajcsi exkluzív interjút adott az ATV-nek, azt mondta, a biztonságos helyre rejtette azt a füzetet, amelyet a börtönben érte le. Jó reggelt kívánok, ez az ATV híradója 6 órakor. Nem csak a minisztériumi háttérintézmények miatt lesz leépítés a közszférában. Júliustól 10%-kal csökkenhet a járási és a megyei kormányhivatalok létszáma is, írja a Magyar Nemzet. Csepregi Nándor az Egyenes beszédben azt mondta, az még nem dőlt el, hogy hány embert bocsátanak el az idén. Egyelőre azt vizsgálják, hogy a Lázár János által felsorolt 73 háttérintézmény közül melyek olvadnak be a minisztériumokba. Az államtitkár kijelentette, 2018-ig akár radikálisan is csökkenhet az állami szférában dolgozók száma. Ha a gazdasági növekedés úgy folytatódik, ahogy az elmúlt éveknek a száma ezt a számot előre vetítheti, akkor ennek a politikai ciklusnak a végéig nagyjából 100-150 ezer fővel csökkenhet az állami igazgatásban dolgozóknak a létszáma. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy azok, akik az állami igazgatásban ma dolgoznak, azok egyezőben biztosan átkerülnek, ennek több előfeltétele is van. A közszféra racionalizálására vonatkozó kormányzati irányt támogatják a vállalkozók, hiszen ez akár adó- és járulékcsökkentéssel is járhat a versenyszférában. Így reagált Csepregi Nándor kijelentéseire Dávid Ferenc, szintén az Egyenes beszédben. A VOSZ főtitkára szerint a kormányzati háttérintézményekből elküldöttek egy részét, akár át is lehet terelni a versenyszférába, hiszen magasan képzett emberekről van szó. A szakember kijelentette, egy jelenleg valamelyik kormányzati háttérintézményben dolgozó közgazdasági szakközépiskolát végzett ember a tudását a kereskedelemben is tudja kamatoztatni. A kereskedelmi láncokra ismét kivetni kívánt adón viszont felháborodott, az adót a Lengyelországban tervezett adó mintájára vezetnék be, ha azt nem kaszálja el az Unió. A Magyar Időknek Szatmári Kristóf, a miniszterelnökség kereskedelmi politikáért felelős miniszteri biztosa azt mondta, továbbra sem tettek le arról, hogy az év végén kivezetett élelmiszerlánc felügyeleti díj után a nagy cégeket jobban bevonják a magyarországi közteherviselésbe. Dávid Ferenc az Egyenes beszédben azt mondta, ez egy újabb sötét különadó. A VOSZ főtitkára szerint, ha már a lengyelekről akar példát venni a kormány, akkor nyissák ki újra boltokat, hiszen a katolikus Lengyelországban is nyitva vannak. A tervezetnél csak nem másfél órával tartott tovább Balogh Zoltán miniszter megbeszélése a közoktatással elégedetlen miskolciakkal. A miniszter azért ment el hozzájuk, mert néhány hete onnan a Herman Otto gimnáziumból indult el az a tiltakozó akció, amelyhez már a több mint 23 ezeren csatlakoztak. A megbeszélésen egy kivétellel mindenki panaszkodott. A miniszter 77 ezer számítógép beszerzéséről, valamint a minősítési rendszer könnyítéséről beszélt. Ez utóbbi volt az egyetlen, amit tapssal fogadtak a résztvevők. Csak a megbeszélés elején pár percig maradhattak a kamerák a Miskolci önkormányzat tárgyaló termében, ahol Balogh Zoltán miniszter találkozott a tanárokkal. Néhány hete innen indult a tiltakozás, melyhez már 23 ezeren csatlakoztak. A zárt körű megbeszélés után a tanárok azt mondták, hogy túl sok előrelépés nem történt. Talán egy újdonság volt, hogy elhangzott az, hogy akiket most minősítettek pedagógusok, nekik 3 éven belül nem lesz szakfelügyeleti ellenőrzésük, tehát ez valamelyest csökkenti a terheiket. De külön arról nem volt, hogy a diákok terhei azok hogyan fognak csökkenni, a pedagógusok terhei hogyan csökkennek, illetve elhangzott az, hogy elismerte a miniszter úr, hogy a klikk az, mint óriási intézmény, nagyon nehezen reagál a helyi problémákra. A megbeszélés utáni sajtótájékoztatón az emberi erőforrás miniszter azt mondta, hogy kemény megbeszélésen vannak túl. A múlt héten egy olyan útmutatót írtam alá, amiben már a minősítési rendszer egyszerűsítése folyik, amiben már a bürokráciának a csökkentése folyik, és ezt majd egy következő csomag fogja követni. Azt szeretnénk már a köznevelési kerekasztalnak a keretein belül megbeszélni, és aztán eldönteni.
A miniszter egy interjúban pár napja az átalakításokról azt mondta, hogy egy kicsit túltoltuk a biciklit. A pedagógusok szerint a mai megbeszélés csak arra volt jó, hogy közvetlenül tudták elmondani a gondokat a tárca vezetőjének. Elégedett nem lehetek, mert nem történtek olyan bejelentések. Azzal vagyok elégedett, hogy kiderültek a problémák. Egy felszólás kivételével mindenki problémákat sorolt föl, tehát miniszter úr úgy mondom képbe került. Miskolcon egyébként a jövő hétre fáklyás tiltakozást szerveztek. Megszűnik a Csepeli Hév, villamos járna helyette. Döntött a közgyűlés, legkésőbb március végéig működteti a főváros az agglomerációs járatokat. Az ellenzék szerint a döntés teljesen előkészítetlen. Azt mondják, ma még azt sem tudni, hogy az átadás után vajon elfogadják-e a bérletet a híven. Közben a képviselők elfogadták a tervezett olimpiai helyszínekről szóló javaslatot is. Az ellenzék attól tart, hogy 5 karikából 3-at el fog lopni az úgymond fideszes oligarha. Utastájékoztatás 2016-ban. Elment a 1250-es hév. De legalább jár, lehet tudni, hogy milyen gyakran és mennyibe kerül rá a jegy. Kérdés, hogy mi lesz azután, ha átveszi az állam. Ma nem lehet azt tudni, hogy a budapestieknek fizetnie kell majd a bérleten túl, hogyha a hévvel Budapesten határain belül szeretnének utazni. Én azt gondolom, hogy ez az előterjesztés előkészítetlen, elfogadhatatlan. Ennek ellenére elfogadták, bár csak a nyakkendőt rendek megbeszélése után. Biztonság kedvéért ma csíkos nyakkendőt kötöttem. Ma kék nyakkendőt vettem föl, de... Majd ezt a stylist oktatást a szünetbe. A narancsnál bejönne a Fidesz, majd valaki mondja meg, hogy milyen színű nyakkendőt szabad viselni. Ennek a vitának a végére nem került pont. Azt viszont kimondta a fővárosi közgyűlés, legfeljebb március végéig üzemeltetik az agglomerációs közlekedést, mert a kormány nem ad rá pénzt. A magam részéről semmi más nem szeretnék, mint megoldani egy problémát, amit nem én állítottam elő. És ha észrevették, még a saját politikai közösségemen belül is volt ebből kakas viadal. Ilyen problémák közepette az LMP nem érti, hogyan merülhet fel az, hogy olimpiát rendezzünk. A Fidesz úgy akar rákényszeríteni egy olimpiát Budapestre, hogy jól láthatóan még az agglomerációs közlekedéssel kapcsolatos problémákat sem tudja kezelni. Az ellenzék ebben a kérdésben összezárt. Olyan nagy az ellenzék, hogy nem fér el. Igen. Egyöntetően népszavazást szeretnének a kérdésről. Ezt azok is támogathatják, akik egyébként olimpia pártiak, hiszen egy népszavazás az azzal biztosított nyilvánosság és az emberek bevonása a garancia például a korrupciós kockázatokkal szemben. Az olimpia eszméjével és az ehhez kapcsolódó kezdeményezésekkel továbbra is egyetértünk, de azzal, hogy fideszes oligarchák az 5 karikából 3-at ellopjanak, ezzel viszont nem. A fideszes képviselők erre nem reagáltak. A főpolgármester helyettes viszont elmondta, szerinte Budapest alkalmas az olimpia megrendezésére. A tervek szerint a Rákóczi híd és a Kvassai Zsilip között épülhet fel a központi stadion, a Soroksári Dunaág mentén pedig a média központ és az olimpiai falu. A Csepeli Hévsén viszont útban van. Ezért a tervek szerint a jövőben itt például hév helyett villamos járna. Eszem ágában sincs, hogy a 65 évnél idősebbek utazási kedvezményét megvonjuk, jelentette ki Tarlós István. A főpolgármester azt hangsúlyozta, hogy ő soha sehol nem mondta, hogy meg akarja szüntetni az ingyenes utazást. Úgy fogalmazott, ebből megint lehet egy idióta vigyorgó kampányt csinálni, de attól még nem lesz igaz. Én sehol nem javasoltam azt, hogy vonjuk meg a nyugdíjas kedvezményeket. Ilyen mondat sehol nem hangzott el. Nem tudom, mit hazudoznak itt össze-vissza. Én azt mondtam, hogy rá kényszerülhet a adott helyzetben a főváros, hogy vizsgálják felül általában a kedvezményeket. Én nem akarok az öregektől elvenni semmit, én azt akarom, hogy valaki kifizesse ezeket. Vitézi Dávid szerint mindenki rosszul jár az elővárosi közlekedés állami átvételével, mert ez többe kerül majd az államnak és többe a fővárosnak. De rosszabb lesz az utasoknak is. A DKK korábbi vezérigazgatója azt írt a közösségi oldalán, ritkábban járnak majd a buszok, rosszabb lesz a szolgáltatás, a párhuzamos járatok kialakulása miatt több közpénzt kell kiadni, és szétesik az évtizedekkel ezelőtt integrált szolgáltatási rendszer.
Visszaadná a főváros a City Poster Kft. Elbontott hirdető oszlopait. A céget képviselő Magyar György ügyvéd az Egyenes Beszédben azt mondta, a bíróság korábban már kimondta, hogy az oszlopokat visszaállíthatják. Ebben a fővárosnak nincs is beleszólása. Viszont nem esett szó a visszaállítás és a helyreállítás költségeiről. Az ügyvéd szerint ez a főváros dolga. Mindeközben a BKV közbeszerzést írt ki a járművek és a megállók reklám célú hasznosítására. Etikai eljárást indít az ELTE rektora G. Fodor Gábor ellen. Szerinte ugyanis az általa főszerkesztett portálon megjelent, idézem, szexista, rasszista, mások személyiségi jogait és emberi méltóságát sértő tartalmak teljes mértékben összeegyeztethetetlenek az egyetem értékeivel. G. Fodor az ELTE Politika Tudományi Intézetében volt oktató, de az idei tanévben fizetés nélküli szabadságon van. A 888.hu személyeskedő off-scene stílusban támadta Tóbiás József MSZP elnököt, feleségét és kislányát. Az ATV.hu elérte G. Fodor Gábort, aki továbbra sem akar nyilatkozni. Azt mondta, neki annyi a dolga, hogy tovább dolgozzon. 12 millió forintba kerülhet a Liga Konfederációnak, hogy Gaskó István távozik a szakszervezet éléről. A Magyar Hírlap birtokába került javaslat szerint Gaskó 4,44 millió forint egyösszegű búcsúpénzt kap, de ezért nem hagyja el teljesen a szakszervezeti szövetséget, havonta 800 ezer forintért ad, idézem, érdekvédelmi és szakszervezeti politikai tanácsokat. Emellett elfogadta a Liga Akadémia kuratóriumának elnöki tisztségét is, amely a lap információi szerint havonta 200 ezer forint körüli összeggel jár. Most pedig megmutatjuk, hogy miről lesz szó még a híradóban. Farkas Flórián lefizetett egy képviselőt, hogy a roma önkormányzat elnökét buktassák meg, legalábbis ezt állítja Hegedűs István. Egyre rosszabb Magyarország korrupciós megítélése, az ország évek óta lefelé csúszik a Transparency International szerint. Pénzt kínált, így akart elérni puccsot Farkas Flórián, legalábbis ezt gyanítja a roma önkormányzat leváltani próbált elnöke. Szerinte a leváltásával próbálkozók pénzt kaptak, vagy kapnak. Hegedűs István, aki úgy váltotta le az elnöki posztról, hogy kórházban volt, most bemutatott egy hangfelvételt is, ami szintén valaki pont azt meséli el, hogy hogy ajánlottak neki pénzt. 350 ezer forintot. Két férfi beszélgetéséről mutatott be egy hangfelvételt az országos roma önkormányzat elnöke. A beszélgetésben az hangzott el, hogy több százezer forintot ajánlott fel valaki a képviselői szavazatokért cserébe. Állítólag legalább három önkormányzati képviselőnél kellett volna elérni, hogy segítsenek leváltani az országos roma önkormányzat elnökét. Az nem derült ki, hogy ki és kinek tette az állítólagos ajánlatot, Hegedűs István egyetlen egy nevet sem árult el, és arról sem beszélt, hogy hogy került hozzá a felvétel. Elképzelhetőnek tartom azt, hogy a legközelebbi közgyűlésen magam fogok javaslatot tenni az úrnőnek a feloszlatására. És adjuk vissza valóban a lehetőséget a cigány embereknek, adjuk a kezükbe a cigány embereknek a választás lehetőségét. Múlt héten hétfőn még rendőrt is kellett hívni a közgyűlés ülésére, miután vita alakult ki a tagok között. A testület Farkas Flóriánhoz közeli tagjai zárt ajtók mögött leváltották az elnököt. Csak hogy Hegedűs István ott sem volt, mert kórházba került. Nem csak őt, a hivatalvezetőt is leváltották. Az új elnök pedig bezáratta és lepecsételtette a hivatalvezető irodáját. Ezután kezdődött a vita. Azóta a fővárosi kormányhivatal kimondta, a korábbi elnök leváltása nem volt jogszerű, de a hivatalvezető menesztése már igen. Ezzel azonban nem ért egyet az önkormányzat elnöke, és bírósághoz fordulnak. Nem értünk egyet ezzel. A legfontosabb dolog, az ülés nem törvényesen került megtartásra. Nem voltak meg azok a jogszabályi követelmények, amelyek alapján ezt az ülést meg lehetett volna tartani. A tárgyalás azonban várhatóan okafogyottá válhat, hiszen Hegedűs István jelezte, hogy 30 napon belül összeülhet a testület, és akár fel is oszlathatják. Kerestük az ügyben a múlt héten megválasztott új elnököt, Balogh Jánost, valamint Farkas Flóriánt is, de nem értük ott el őket. Magyarország még korruptabb lett a Transparency International felmérése szerint. Egy év alatt három helyet csúsztunk vissza a korrupciós listán. A vizsgált 168 ország közül Magyarország az 50. és a közép-kelet-európai mezőnyben már csak Románia és Bulgária van mögöttünk. A Transparency International szerint a visszaesés nem meglepő, mert a magyar kormány mindent elkövet azért, hogy átláthatatlan legyen a közpénzek felhasználása.
a hatalom ellenőrzésére hivatott intézményeket a hatalom a saját szolgálatába állította. Folytatódik a hazárdjáték az uniós pénzekkel, állítja Berkesz Balázs, az Együtt elnökségi tagja. Szerinte a Fidesz feléri az erőforrásokat azáltal, hogy már az idén leköti a 2020-ig rendelkezésre álló uniós fejlesztési források nagy részét. Kirívó példaként a vidékfejlesztése szánt 7 éves keretet említette, amelynek több mint 94%-át a kormány már az idén kiosztaná. Berkesz Balázs szerint a Fidesz pártkatonákon keresztül dönti el, hogy kinek mennyi pénz jusson. Így pedig nem képes megállítani a hátrányos helyzetű régiók további leszakadását. Éli azokat az erőforrásokat, amik egyébként a rendelkezésünkre állnak, ami ennél sokkal nagyobb baj, hogy az az erős gyanunk, hogy nem tisztességes módon lesznek ezek a pénzek elosztva, és nem arra fognak szolgálni, nem azt fogják eredményezni, hogy ez a leszakadás megálljon, vagy adott esetben csökkenjen, hanem ez a helyzet még csak rosszabb lesz. Háromnapos hivatalos látogatáson volt Mongóliában Orbán Viktor. Útjáról egy összefoglaló videót is megosztott Facebook oldalán. Azon jól látható, hogy egy néhány éves kislánynak csókol kezet. A videó alatt hagyományos mongol zene hallható. Orbán Viktor több miniszter és üzletember kíséretében utazott Mongóliába, több államközi megállapodást is aláírtak. Összesen mintegy 40 millió dollár értékben írtak alá szerződést. Ebből 25 millió dollárról szól az a megállapodás, amely szerint magyar cégek újítják fel az ország legnagyobb biokombinátját. A 25 millió dolláros felújításhoz Magyarország adott kölcsön 25 millió dollárt az Exim Bankon keresztül. Csehországban az egész politikai közélet elítélte, hogy a kormányfő meggyilkolására szólított fel az államfő. Miloš Zeman elnök egy lakossági fórumon azt mondta, két lehetőség van arra, hogy megszabaduljanak Bohuslav Szobotka kormányfőtől, mint mondta, szabad választásokon vagy Kalasnyikovval. Szobotka butának és feleslegesnek nevezte Zeman szavait. A belügyminiszter szerint pedig az ízléstelen tréfa csak olaj a tűzre, miután a migránsválság miatt már amúgy is eléggé felajzott a közvélemény. Egy ember meghalt, amikor az FBI őrizetbe vette azoknak a farmereknek a vezetőjét, akik elfoglaltak egy épületet az egyik oregoni rezervátumban. A milicisták továbbra is megszállva tartják az épületet, amit az ügynökök alaposan körülvettek. Az oregoni tiltakozó akció vezetője, Amon Bundy, éppen egy tömegrendezvényre tartott, ahol beszédet mondott volna, amikor az FBI megállította a gépkocsiját. Egyelőre tisztázatlan körülmények között lövöldözés kezdődött, amelyben életét vesztette a tiltakozók szóvivője, Bundy testvére pedig megsebesült. A rendőrség legalább 5 embert őrizetbe vett, köztük Bundyt. Erőszak alkalmazására szőtt összeesküvéssel, valamint szövetségi tisztségviselők megfélemlítésével és megfenyegetésével gyanúsítják őket. Egyik társuk azt mondja, végképp elveszítették minden bizalmukat a hatóságok iránt. Békés emberek utaztak, hogy más amerikaiakkal találkozzanak, és vitázzanak az alkotmányról. Egy közúti rutin ellenőrzés azonban a barátom halálával és egy másik sebesülésével ért véget, mondta az egyik tiltakozó. A fegyveres tüntetők még január elején szállták meg a Szövetségi Vadvédelmi Központ épületét a Malheur Nemzeti Parkban, Oregonban. Amiatt tiltakoztak, hogy a hatóságok börtönbüntetésre ítéltek két farmert, akik évekkel ezelőtt felégették szérűjüket, és a tűz átterjedt a szövetségi tulajdonban lévő földekre is. A tiltakozók szerint a szövetségi kormánynak nincs is joga a földbirtoklásra, és a fegyverhasználat korlátozására és adókivetésre sem. A két elítélt családja elhatárolódott a fegyveresektől. A csoport többi tagja még mindig megszállva tartja az épületet, amelyet az FBI ügynökei már a virradóra körülkerítettek. Komoly, egy ingatlan vita állhat amögött a büntetőeljárás mögött, amely miatt 125 napot töltött előzetes letartóztatásban Galambos Lajos, művész nevén Lagzi Lajcsi, és amellyel kapcsolatban jelenleg is tart a nyomozás. Erről az ATV-nek adott rendkívüli interjújában beszélt a Mulató zene királya. Az interjúból az is kiderül, hogy a börtönben írt több vonalas füzet már nincs a zenész birtokában, tekintettel arra, hogy biztos helyre záratta. Ebben olyan információk is vannak, amelyek másokat kellemetlenül érintenek. De mint mondta, Lajcsit nem a bosszú vezérli, a naplóírás pusztán túlélésének a garanciája volt. Mégiscsak mondanék valamit. Azért csak rákényszerültünk valamire,
az elmúlt 4 hónapban, hogy egy ingatlant piaci ár alatt eladjunk. Én azért mégiscsak mondanék valamit. Ez hol van? Azt nem mondom meg. De azért mégiscsak rákényszerültünk, hogy két várat tegyem magam, és a békesség és a nyugalom érdekében, a te tanácsodra is, elfogadtuk ezt a helyzetet. Most ne haragudj. Kérdés tehát, is váratlan két azért azt gondolom, hogy ma divatos megvásárolni bizonyos cégeknek az 51%-át, vagy közt megveszem a cégedet. Ma vannak ilyen helyzetek. A francia filmművészet legrangosabb elismerésére a César díjra jelölték a legjobb idegen nyelvű filmek között a Saul fia című filmet. Nemes Jeles László alkotása hatalmas siker volt a franciaországi mozikban. Több mint 200 000-en látták a novemberi bemutatója óta, és ezzel a legnézettebb magyar film lett, amit valaha vetítettek Franciaországban. Közben Németországban egy nem hivatalos bemutatón egy zsidó szervezet levetítette a filmet. A német forgalmazókat nem sikerült megnyerni a Saul fiához, ezért a Sony Pictures forgalmazza majd Németországban a filmet. Röring Géz, a főszereplő azt mondta, reméli, hogy a német nézők és a média nem szabotálja el a Saul fiát, hanem adnak egy esélyt a filmnek. A holokauszt áldozataira emlékeztek a Páva utcai központban. Ilan Mor, Izrael nagykövete, itt azt mondta, zéró toleranciára van szükség az antiszemitizmussal szemben. Úgy fogalmazott, Auschwitz csak a holokauszt vége volt. Az antiszemitizmus megjelenése jóval megelőzte a tömeggyilkosságot. Heizler András, a mazsihisz elnöke pedig azt mondta, egyenesen kell fogalmazni, és nem szabad együttműködni a szélsőjobbal. Politikusok, diplomaták, a zsidó közösség vezetői és a holokauszt magyar túlélői emlékeztek az auschwitzi haláltábor felszabadulásának 71. évfordulójára. Ez a nap a holokauszt nemzetközi emléknapja. Grósz Andor, a holokauszt közalapítvány kuratóriumának elnöke bevezetőjében elmondta, ez a nap az emlékezésé és az utókor tanításáé. A magyar zsidóságot írt népirtás a nemzeti történelem integráns részét alkotja. Kitörölhetetlen, tragikus eseménysor, melynek tényeivel és következményeivel való szembenézés erkölcsi kötelességünk. Ilan Mor, Izrael állam magyarországi nagykövete az eseményen lévő diákokhoz is szólt beszédében. Az antiszemitizmus Európában több mint 70 évvel a holokauszt után is létezik. Azonban Európa nem csak egy hely, hanem egy eszme is, amely toleráns és nyitott. Európa polgárai, köztük önök, Magyarország fiatal generációja, meg kell értsék, az antiszemitizmusnak nincsen logikája, és mindannyiunk kötelessége, hogy harcoljunk ellene, mondta az izraeli nagykövet. Heizler András, a mazsihisz elnöke kijelentette, a politikában értek el eredményeket, a társadalomban megjelenő antiszemitizmus azonban még mindig nagy probléma. Magyarország történelme megköveteli a hiteles szembenézést. Senkinek sem szabadna gesztusokat tenni a szélső jobb oldal felé, a nácikat náciknak kell, a kollaboránsokat pedig hazaárulóknak kell nevezni. Az eseményen bemutatták a holokauszt budapesti áldozatainak nevét tartalmazó kötetet, majd mécseseket gyújtottak a mártírok emlékfalánál. És eddig tartott a híradó, de már is kezdődik a világhíradó, nem búcsúzom, várom vissza Önöket.